végtelen hótenger, jég, fagy és az ősök idejéből fennmaradt ismeretlen technológiák. Üdvözöllek titeket, ez itt a Kalina of the Great Snow Sea. Az elmúlt években jó pár alkotás megfordult a sci-fi rejtett sarkaiban, ahol az emberiség lekényszerült a föld alá, hogy túléljen valamilyen posztapokaliptikus jövőképet, és ez alatt az idő alatt egyszerűen elfelejtette a saját múltját, saját történelmét. Na de mi a helyzet akkor, ha csavarunk egyet a settingen vertikális értelemben, és ahelyett, hogy a föld alá menekülnénk, felmászunk az égbe? Bizony, a Kane a felütése már önmagában frissítően hat a sok elszigetelt bunker téma után. Ugyanis kapunk egy olyan világot, ahol a bolygó felszínét már teljesen belepte egy hószerű anyag, amely tengerrel borította be az összes szárazföldet már évszázadokkal ezelőtt, és a tengerszint egyre csak növekszik és növekszik. Az egyedüli menedéket a tengerekből kiemelkedő gigantikus fák nyújtják, melyek az egekig érnek és lombkorona helyett egy különleges membrán kupolát alkotva lényegében burkot vonnak a bolygó troposzférájában. Ebből kifolyólag két világ határolódott el egymástól, olyan szinten, hogy éppen csak tudnak egymás létezéséről, de más információjuk nem nagyon van. Az egyik a fenti világ, ahol az emberek törzsekben élnek az égben, a fák membránjain és relatív egyszerű, vadászó-gyűjtögető életmódot folytatnak. Túl sok élelem nincs, kénytelenek hatalmasan őt rovarszerű lényekre vadászni, miközben azok meg rájuk vadásznak. Ez a nép szinte semmit nem tud arról, hogy mi zajlik odalenn, csak néha látnak fényeket odalenn mozgolódni a hótengeren kilométerekkel az áttetsző membrán alatt. Na ott lenne egy teljesen más világ van. Mert hát ott bizony az emberiség nagyobb hányada keserves küzdelmet folytat a mindent felemésztő hótenger szűni nem akaró emelkedésével és egyben egymással szemben is. Oda lenne a koncepció nagyjából a vízi világra hajaz, hatalmas dieselpunk stílusú bárkákkal közlekednek a jégen, néha igás vízilényeket is használnak, kialakultak szemben álló frakciók is, és meglehetősen reményvesztett a jövőképük. Számukra az idéglenes biztos pontot azok a városok jelentik, melyeket az égbetörő gigászi fák tövében építettek, ezek ugyanis az egyedüli szárazföldeknek bizonyulnak számukra, és egyben itt található az ivóvíz is. A végtelen hóesés hatására azonban a tenger sorra nyeli el ezeket a városokat, és ezáltal az édesvíz készlet is fogyóban, ez jelenti a legnagyobb értéket jelenleg a világban. Na most annyit érdemes megjegyeznem, hogy bár hótengernek nevezik ezt az anyagot, ami beborítja ezt a bolygót, de az nem víz és a tenger nem is sós víz, hanem egy teljesen más, ismeretlen anyag, mely fogyaszthatatlan, lényegében éppen csak hajózható és néha hatalmas buborékokkal habzik fel. Ez az anyag a membránokról hullik alá, tehát a fenti kupola lényegében lassan, de biztosan megfojtja az alatta lévő világot. Hősünk Kaina egy fenti, akinek az élete akkor változik meg, amikor egy lebegőnek nevezett ballonokból álló kosár érkezik lentről, és egy lányt hoz magával. Megtörténik tehát a fenti és a lenti világ találkozása, és természetesen innentől sorra dől meg a két oldal hitvilága, a legendái és minden, amit elképzeltek a világ felépítéséről. Az anime története leginkább a bolygó megmagyarázhatatlan állapotának megmagyarázásáról szól, honnan és miért jön a végtelen hó, mi romlott el a múltban, mi célt szolgálnak ezek az óriási fák és a membránok, és hát, ha ez van fenn, akkor vajon mi rejtőzik ott lenn a mélyben a hótenger alatt? Mert bizony a válaszokat ott kell keresni. Nagyon tetszett az anime technológiai háttere, ezek a kissé szkifibe hajló eszkimó ruhák, a hótengeren vitorlázó fekete hajók, melyeken középkori katapultok kaptak helyet, minden úgy van összerakva, mintha a történelem különféle koraiból ólózták volna össze ezeket az elemeket, mert nem volt hozzáférésük a legmodernebb technológiákhoz. Viszont az nem is titok, hogy a távoli jövőben járunk, tehát a bolygó múltjában jóval fejlettebb eszközökkel rendelkeztek már, ezért is látunk annyi anakronisztikus tárgyat és gépeket szétszórva a planétán. Aki járatos, Tsutomu Nihi munkásságában, aki a Blame-et és a Knights of Sidoniát is készítette, azoknak lesz egy-két meglepetés az animében, az alkotó ugyanis hajlamos összekötni a különféle munkáit úgy, hogy azok végül értelmezhetően egy univerzumban játszódjanak, teszi ezt különféle gigavállalatokkal, robotgyártó cégek elhelyezésével és egyebekkel, amik között átfedés alakul ki. Na ezekből kapunk majd a Kainában is. Ez valakinek nagy pluszpont, nekem mondjuk nem. Számomra a Kane a legizgalmasabb részei ismét a bolygóhoz kötődtek. Annak az élővilágához, ahogy az itteni lények, rovarok vagy vízilények alkalmazkodtak a hóhoz, az emberek meg hozzájuk, a törékeny fauna szinergiái azok, amelyeket kifejezetten izgalmasnak tartottam.
Én nem vagyok egy nagy Gundam fan, aki nem ismerné ezt a fogalmat, tudjátok, azok az animék, ahol az emberiség kaiju méretű mehákba ülve csépel kaijukat, vagy más robotokat, vagy önmagát. A problémám az, hogy ezen giga OP robotok megjelenése általában olyan mértékben kiegyenlíti az erőviszonyokat, hogy bármilyen történet lényegében átmegy egy elnyújtott boxmeccsbe, ahol a ring két sarkában két cséplőgép helyezkedik el. Filmben ilyen volt a tűzgyűrű, amit mondjuk speciál szerettem, de azt el kell ismerni, hogyha bármelyik vízi Godzilla mellé oda teszel egy 300 méteres Gypsy Danger-t, már is kevésbé lesz szaturált a karizmája. Na, azt sem árt leszögezni, hogy a Kena nem Gundam, de vannak benne elemek abból a zsánerből, és őszintén szólva nem is tett jót neki, legalábbis ami az anime fináliát illeti. Igen, ezt elmondhattam volna már, a Kena az egy 11 részes anime, valamint egy másfél órás anime film, ami teljesen lezárja a történetet. Szóval nem egy 200 évados cuccról beszélünk, a Kenának van eleje és van vége. Hozzátenném, hogy szerintem ebben a világban bőven lett volna még több is, mint amit elmeséltek. Ahol tehát erős az a setting, a rejtély és nálam ide sorolandó a látvány is. A Yamatónál már elmondtam, hogy nem vérzik ki a szemem a CGI animéktől, bár itt néha valóban hullámzó volt a vizuál. Ami a karaktereket illeti, ott azért jobban rezeg a léc. Az alsó világból származó tündér babára hajazó szőke kislányszerű hercegnő nagyon nem lett a kedvenc, tipikusan animés, skippelhető, alulért klisé díszlet, és a Kenával kialakuló kapcsolatuk is rettenetesen kötelező szagú románc, kémia nélkül. A főhőssel önmagában nem is lenne gond, olyan klasszikus kalandor gyerek belecsöppen egy új világba, kategória, amit én mindig szívesen nézegetek. De jóval érdekesebb és árnyaltabb karakter volt például az anime antagonistáinak egy fekete páncélos harcos nője. Hozzá kell tegyem, a fennálló szituáció a Yamatóhoz hasonlóan itt sem olyan fekete-fehér, sőt, ha már emlegettem a Waterworld-ot, talán emlékeztek, hogy a főgonosznak a főhadiszállás egy hatalmas, úszó, rozsdás tankerhajó volt, amit lényegében anno az Exxon Valdezről mintáztak, na most a Kenában hasonló feelinget kaptam az itteni erőttől, csak éppen méretre több százszorosa lehet a tankerhajónak. A jégtengerből kiemelkedő hatalmas fekete tákolmány kívülről egy igazán fenyegető jelenség, azonban az anime betekintést enged a benti életbe, az ottani társadalom sorsába, és így hamar egyértelművé válik, hogy jó dolga igazán senkinek nincs ezen a bolygón. Tehát, ahogy mindig, érdemes lenne valahogy közös nevezőre jutni, azonban a bolygó jelenségeire adott különféle megoldási javaslatok eltérő ambíciókkal ruházzák fel a szemben álló feleket, az idő azonban nem a barátjuk, egyre kevesebb emberi város képes ellenállni a hónak. A Kena tehát egy rendkívül izgalmas világot épített fel, öröm volt nézni és barangolni benne, itt a minden elemét ennek a settingnek, még ha voltak is sztori elemek, amelyek néha elvették az élét a látottaknak. Érdekes számomra például, hogy 2024-ben még léteznek olyan írók, akik belebuknak olyan amatőr hibákba, mint például az, hogy beleadnak a főhősök kezébe egy a világból teljesen kilógó erejű szupereszközt, amit lényegében kb. Olyan, mint egy öngyújtó, csak épp úgy fel tudott tekerni az erejét, hogy ketté vágja még a napot is. Na, szóval, hogy az ilyen túlkapásokat sosem fogom megérteni. A hősök igenis oldják meg a konfliktus helyzeteket a saját erejük és leleményességük felhasználásával, nem ilyen hűha a szuperszónikus random erők égből pottyant segítségét igénybe véve. A lezáró animefilm ugyanakkor szépen elvarja a szálakat, és számomra kifejezetten kellemes finálét kapott a bolygó történetének lezárása. Aki játszott a Horizon Zero Dawn-nal, az majd több hasonlóságot is fellelhet az ottani és az itteni letűnt technológiák céljai között. Egy könnyed utazást mindenképpen megérez az anime, settingben pedig egyenesen kiemelkedő, főleg ha bírod a jégben lakó óriási rovarvilágot, amely kicsit a Nausicaát is megidézte, valamint a középkori hajózás kicsit dízelpánkba ültetett világát, megspékelve egy brutálisan eredeti klímakatasztrófával. Azt hiszem, mindent el is mondtam. Jó szórakozást kívánok! Bye-bye!